ilyen ügyesek vagytok. Kesztyűvel, Dávon, kesztyűvel. Úgy. Ott is van még. A polgármester is jó példával járva elől, a gyerekekkel együtt azoknak segítve szedi a szemetet Zomba határában a közút mellett. Több mint 10 éve a zombai általános iskolában működő Zöld Almaklub kezdeményezésére indították el a szemétszedési akciót. Évente legalább kétszer tisztítják a közút melletti részeket a településen áthaladó 65-ös út mentén. A kezdeményezést jóval az országosan is meghirdetett Teszed program előtt kezdték, mondja Szűcs Sándor polgármester. Amikor a környezetünk megtelik szeméttel, mind aminek szemtanú is lehetünk, akkor elindul az a Zöld Almaklub, és is szedi a szemetet. Ehhez kapcsolódva az önkormányzat természetesen a háttér szolgáltatást megcsinálja, autót biztosít, szemetes zsákokat, meg mindazt, ami kell ehhez. És meg kell említeni azt, hogy a közbiztonságra is itt próbálunk odafigyelni, a helyi polgárőr egyesület, sőt a körzeti megbízottak is minden alkalommal kint vannak, és biztosítják a területet. A gyerekeken láthatósági mellény a 4-5 fős csapatokat legalább egy felnőtt kíséri, akik csatárlánc-szerűen fedik le kilométereken keresztül a közutat, most éppen Szekszárd irányába. A rendőrség és a polgárőrök megkülönböztető jelzéssel figyelmeztetik előre az autósokat. Első nekifutásra most több kilométeren sikerült a közút melletti területekről a szemetet összeszedni a gyerekeknek és a civileknek még a Teszed akció előtt.